Na, hello, remélem nem merülök le, és remélem láttok egyáltalán valamit. Hát van nálam egy ilyen powerbank is, ezzel is próbálok világítani. Egy ismerősöm szólt ma, jobban mondva egy munkatársam, hogy tud nekem egy igazi pajtaleletet, hát hogyha érdekel és akarok vele foglalkozni. Azt eljöttünk megnézni, azt gondoltam, ezt megmutatom nektek. Nem tudom, hallotok-e. Nem tudom mennyire látni. Hát, srácok, ez nem más, mint egy, elvileg ez nem más, mint egy, hát ez egy faspecó egyébként, azt elmondom, gondolom az így rájöttetek. Ez nem más egyébként, mint egy 207-es Bobetta. Hát, nem tudom, hogy mennyire vannak meg az alkatrészei. A tulajdonos azt mondta, hogy hiánytalan, hogy szét lett szedve, nem mostanában, valamikor újra fényezés céljából. Hát szerintem sőt azt nézem, hogy minthogyha jó, francba beleakadtam valamiben, minthogyha nem is kettő darab kerék, hanem három darab kerék lenne. Meg kettő darab tank, itt a blokk, ott van egy sárvédő, ott a váz, tehát ez nagyon szét lett kapva. De jó, mennyire látszik, nem tudom. Ja, ez nagyon szét lett kapva. Most azon gondolkozom, hogy miért van két tank, meg két kerék. Na mindegy, srácok. Az a helyzet, hogy ez valószínűleg mi elvisszük. Így egyben megfogott bennem az ötlet, hogy akkor ebből csinálnánk egy videósorozatot, hát ezt innen kibányásszuk. Aztán megpróbálkozom vele. Na jó, srácok! Mindjárt jelentkezem. Na csácsúi! Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán! Keeper jelentkezik a következő videósorozattal, ami nem lesz más, mint egy garázs sorozat, amiben leginkább szoci motorokat fogunk felújítani, garázs leleteket fogok felderíteni, ott a helyszínen videót készíteni róluk, és ezt a motort például, amit most találtunk, ezt megpróbáljuk gyári állapotba hozni. Néhányan lehet, hogy felismeritek ezt a motort, ami itt van előttem. Ez nem más, mint egy Java Babetta 207-es. És nagyon gyorsan meg is mutatom akkor, hogy igazából ez milyen évjárat, és hogy milyen típus jellel rendelkezik. Mivel egész jól látható, hogy vázon a gyári biléta, amint látjátok. Egyébként a gépsúly az nem más, mint 42 kg, az van ráírva. A gyártási év az 1983, és Made in Csehszlovákia felirat van rajt, és a típusa az nem más, mint egy 207-500 egész pontosan. Viszont az az érdekes, hogy ugye a maga gépen a tábla, az nem más, mint magyar nyelven van megírva. Ja, előzőleg már láthattátok egyébként, hogy hol találtam ezt a motort. A története az annyi, hogy egyik munkatársam szólt, hogy van náluk a faluban egy ismerősénél egy teljesen szétszedett állapotú Babetta, de elvileg megvan hozzá minden, sőt még ráadásul plusz alkatrészeket is már megvette hozzá az ember, aki szétszedte felújításra. Tehát ez a Babetta, ez azért lett szétszedve, hogy gyakorlatilag lefessék. És én úgy veszem észre, hogy ez lehet, hogy ez meg is történt, mert gyorsan megmutatom nektek. Például ezen a részen is, ez nem az eredeti szín, az valamivel sötétebb piros. Ugye az eredeti az valamivel világosabb volt, és ráadásul ilyen folyásnyomok vannak rajt, ami valószínűsítem, hogy nem a gyárba keletkeztek. Ja, és néhány helyen maszkolási, ilyen szigetelő szalaggal, láthatjátok, ilyen annó kék szigetelő szalag lehetett, azzal talán maszkolhatták ezt a járműnek a különböző részeit, amit nem akartak ugye, hogy le legyen festve. Úgy gondoltam, hogy ebben a részben átnézzük, hogy
milyen részegységek vannak meg, hogy megvannak-e, és akkor megpróbáljuk szortírozni őket, hogy milyen munkafolyamat elé fognak nézni. Igazából kettő darab munkafolyamat, amit legelőször ugye meg kellene ezen csinálni. Első dolog, hogy az olyan alkatrészeket, amiket kell festenünk, azokat külön rakjuk, és ezeket átcsiszoljuk, lefestjük. Plusz, ha vannak olyan alkatrészek, amiket kell tisztítani, brigiciollal, vagy pedig más oldószerrel, vagy megcsiszolni, felcsiszolni, felpolírozni, ezeket az alkatrészeket megint külön rakjuk. Úgyhogy szerintem ez a rész arról fog szólni, hogy megnézzük, hogy igazából mi az, amit találtunk, esetleg megnézzük, hogy van-e valamilyen hiányosság. Hogyha valaki ismeri a Babetta 207-est a nézők közül, akkor mindenképpen várom a segítségét, írja meg, hogy mégis ő mit lát, hogy milyen részegységek hiányozhatnak a gépjárműből. Még annyit szerettem volna elmondani, hogy nekem egyébként a legelső Babettám 207-es volt, többek között ezért is választottam a sorozat legelső részéhez ezt a típust. Na, akkor ugye van egy vázunk, ami én azt mondom, hogy szerintem korrekt, valószínűleg teljesen mondjuk úgy épp állapotú. Egyébként itt az első, mutatom, egyébként itt az első teleszkópnál is ugye a mozgó részeket szigetelő szalaggal, meg valami újságpapírral, amit már szerintem az egér rágott le, lemaszkolta a dolgozó, úgyhogy a felújításnak lehet, hogy szakszerűen állt neki, viszont utána ugye feladta, és úgy gondolta, hogy letesz róla, ezért én megvettem. Természetesen. Na, akkor megvan a vázunk. Ugye én úgy látom, hogy minden megvan rajta, talán esetleg itt el van görbülve ez a tartórész, amelyik ugye az oldal lemezeket, az takaró lemezeket ugye tartja, de összességében egészben van az egész váz. Ezt félre is rakom akkor. A vázat félre raktam, viszont hoztam három darab kereket, ami nem fért ide az asztalra, ezeket is úgy gondoltam, hogy meg kellene vizsgálni. A meglepő az, hogy rettenetesen jó állapotban van. Nem tudom, hogy ezt a fémfelületet, pillanat, megmutatom. Hogy ezt a fémfelületet, ezt már fújták-e, de azt tök úgy néz ki, komolyan mondom, ez nagyon úgy néz ki, mint hogyha szinte használva nem lenne. Sajnos a króm felületeken már vannak ilyen rozsdapöttyök, amiket megpróbálunk majd eltüntetni. A gumik állapota szerintem jó, valószínűleg, hogy még mindig a gyári gumik lehetnek. De minden esetre szerintem ezek használhatók, majd csinálunk egy nyomáspróbát, hogy nem elresztenek. Aztán akkor én úgy érzem, azt fel tudjuk használni. Ez a hátsó kerék, ez nekem nagyon gyanús, rettenetesen tiszta. Ez a hátsó kerék ezzel a hátsó gumival, ez én esélyesnek tartom, hogy ez nem volt használva. Ezen kívül viszont van itt egy első kerekünk, amelyik viseletesebb, ő látszik, hogy azért már nem a mai darab. Egyébként egy szovjet gumi van rajt, ciril betűkkel végig varva. Hát, kíváncsi leszek, hogy ő egyáltalán szuper áll még. Azzal nagyon durva, hogy egy ilyen szovjet 40 éves gumik is még milyen szép állapotba tudnak lenni. Annak ellenére mondom ezt, hogy ugye olyan kemények már, mint a beton. És van itt még egy első kerekünk, ami nagyban hasonlít állapotába és gumi mintázatban az előző hátsó kerékhez. És nagyon jó állapotban van egyébként. Bár itt van egy ilyen törés. Egy darab külön hiányzik, és úgy látom, hogy ki van törve belőle egy icipici darab. Na viszont, van nekünk itt egy ilyen műanyag edényünk, ami tele van lommal, meg van egyébként még egy kosárunk, ami tele van lommal, és leginkább az lesz érdekes, hogy ebben, ezekben benne van-e minden alkotó elem-e. Úgyhogy most, aki tényleg ért a Babettához, a 207-eshez, az figyeljen, legyen szíves, hogy milyen alkatrészeket találunk, és hogy tényleg megtalálunk-e mindent. Úgy látom, megvan a jobb oldali takarólemezünk, ugye? Viszont őt is láthatóan festette az illető, aki volt, de előtte, vagy pedig itt van a raktározás során, egy kicsit meggörbült, ezt mindenképpen szeretném kiigazítani, és utána
Hát a festés minősége... A festés minősége se az igazi, emiatt mindenképpen azt fogom csinálni, hogy ezt le fogom csiszolni, és menni fog fényezésre. Úgyhogy ez megy a vászhoz. Megtaláltam a párját, ami talán egy picit jobb állapotban van. Természetesen ő is menni fog a fényezettő dolgokhoz. Na hát igen, itt van a motor. Ővel mindenképpen később akarok foglalkozni, mert lehet, hogy egy kicsit hosszabb procedúra lesz. Viszont szóval nagyon érdekes, hogy ez a motorkerékpárhoz három darab kereket kaptam, ami ugye már feltűnhetett nektek, meg ráadásul kettő darab tankot. Az egyik tank az teljesen gyári állapotban van. Rajta jáva matrica, rajta van a kupak, rajta van ez a kis textil rész, ugye, ami azt a célt szolgálja, hogy esetleg a kifolyó benzint akkor így megfogja. Ő ugye az eredeti szín, de a másik tank, amelyik itt van, ő láthatóan festve volt, úgyhogy valószínűleg az előző tulaj őt próbálta megfesteni, viszont látható, hogy ez a kettő szín ez marhára nem egyezik, úgyhogy mivel a gyári állapotra fogunk törekedni, ezt a tankot nem fogjuk felhasználni, hanem valószínűleg ezzel a tankkal csinálunk valamit, vagy esetleg amelyik nincs rosszabb állapotban, ezt értem úgy, hogy esetleg a belsője milyen állapotban van, hogy van kezelve, vagy hogy mennyire rozsdás. Ennek függvényében fogjuk ugye kiválasztani, valamelyik tankot le fogjuk csiszolni, és természetesen akkor fényezzük. Az érdekesség még az, hogy ezen rajt van ugye a benzincső, ahogy látom, minden csatlakozójával együtt, és a benzincsap is benne van még. Na srácok, hát van nekünk itt egy kipufogónk is, ami ugye igazából kettő részből áll, mondjuk úgy, hogy a leömlő részből, amelyik ugye itt csatlakozik a kipufogóhoz, magához. Hát a súlyából adódóan, hogy érezhető, hogy ez tele van olajjal. Ugye a 2T motoroknak a hátulütője az, hogy a kenőolaj, mivel ugye benne van a benzinben, emiatt az a kenőolaj az fel tud gyülemleni a kipufogóba, ez valószínűleg ki kell égetnünk. Egyébként láttam, hogy itt a kosárban van egy teljesen új ilyen leömlő rész, és az a cső rész, ez az első. Ezt fel fogjuk tudni használni, viszont ezt ha szétszedjük, ez valószínűleg ki kell égetnem, mert magából a súlyból érezhető, hogy ez valószínűleg, hogy ez tele van. Meg hát ugye, igen. Főleg akkor gyűlik ez fel a kipufogóba, hogyha nagyon rövid távokon megy az ember, és hogyha olyankor később hosszú távon használja a járművet, tehát egy hosszabb távra megy el vele, akkor van az, amikor begyullad a kipufogóba az a lerakodott olaj, hogy elkezd így izzani, és akkor füstöl, mint az Isten nyila őt a lepucolandó tárgyakhoz fogom rakni. Na, van nekünk itt egy lengés csillapítónk, ami meglepő módon ő is egész rendben van, nem szorul, meg még ráadásul festve van. Ugye halvány szürkére felsőre, egy feketére ez, láthatóan ki volt annó maszkolva, úgyhogy az előző tulaj az láthatóan foglalkozott vele, csak ugye feladta, mert annyira nem csúnya a festés, valószínűleg ez fúj volt, minden esetre mindenképpen én újra szeretném festeni, ha már egyszer nekiállunk, akkor ne azon spóroljunk, hogy egy legés csillapítót lefújunk-e vagy nem. Festhető dolgokhoz. Gyerekek, van nekünk egy első sárvédőnk, ha jól látom, egy első sárvédőnk, ami szintén volt fújva, de egyébként nagyon szép állapotban van. Azt nézem, hogy valószínűleg alkatrészenként volt fújva, mert ha megfigyelitek, a csavarok, azok viszont fényesek, és nem egészbe fújta le az ember. Úgyhogy nagyon, ahhoz képest, hogy én mit hittem először erre a motorra, ahhoz képest nagyon szép állapotban van. Mindenképpen őt is a fényezendő dolgokhoz rakjuk, mindenképp át fogjuk csiszolni, és akkor őnek is adunk egy réteg, gyönyörű kis szürke festést. A Dézsával úgy látom, hogy végeztünk, ezt lerakom. És akkor találtam én itt egy ilyen, hát ez valószínű az ülés akar lenni, de nem hiszem, hogy ez menthető, meg érdemes vele foglalkozni, inkább kárpitossal fogok csináltatni mindenképpen egy új ülést rá. Láttam egyébként, itt van a dobozban
maga az ülésnek a váza is, szóval hát ezzel nem foglalkozunk. Hú, srácok! Van itt egy doboz, egy vödör, egy ilyen műanyag vödör, ami tele van nagyon apró alkatrészekkel. Ezt hagyjuk a végére. Nézzük meg először a kosárba, hogy mi van. Szóval akkor a kosár. Amint látom, megvan a kormányunk, amin van egy csengő, ami nem működik. Úgy látom, rajt vannak a bovdenek is. Rajt van a gyakorlatilag, ha jól látom, ezt majd nézzétek meg esetleg. Rajt van ugye a Schubert a karburátorból, és rajt van a, ha jól látom, a dekompressziós szelepnek a karja. Hát ez komplett, igazából minden megvan, ez megint csak a tisztítás kategória. Következő versenyzőnk viszont egy hátsó sárvédő, amiben az az érdekes, hogy itt megint felfedezem azt, hogy ezzel a járművel foglalkoztak annó. Igaz, hogy a festés ez nem a legjobb, meg ugyan már azóta lehet, hogy itt meg is ütődött. Ez lehet, hogy egy festés utáni ütődés már. Viszont teljesen új prizma van hátul. Teljesen új hátsó lámpa. Látható, hogy ez használatlan. És egy új vezeték. Hogy itt el van húzva már ugye a hátsó sárvédőben, tehát itt már megint felfedezhető azt, hogy itt dolgoztak vele, és ez is új, és úgy látom, hogy új. Úgyhogy ezt megint le kell bontanunk, és ezt is szeretném újrafényezni. Valószínűleg pont ugyanezt a szürkét nem is fogom megtalálni, emiatt szét kell szednünk, és minden alkatrészt újrafényezünk, és utána akkor elkezdünk újra építeni mindent. Akkor ez megint megy ugye a festő szekcióba, de természetesen előtte akkor le kell szerelnünk ezeket az alkatrészeket. Amúgy valószínűleg úgy fogunk haladni, hogy neki fogok állni a festő szekció szétszerésének itt veletek. Úgy gondolom, hogy minden videóba kellene csinálni. Tehát az lesz, hogy szépen, akkurátusan mindent szét fogunk szedni, és utána akkor viszünk festeni. Hogy kivesszük a csavarokat, leveszük a lámpákat, meg hasonló dolgokat. Na, itt találtam egy ilyen, ez a leömlő rész, amit mondtam. Ez láthatóan ő is új. Tehát őt is úgy vette az előző tulajdonos még a motorhoz. Viszont őt is már kezdte a rozsda így megkapni. Viszont még az árcédula maradványai még mindig rajt vannak. Nagyon szép. Egész jó, tetszik. Tisztításra. Na szóval akkor megint egy új alkatrészt találtam egyébként. Ez nem más, mint egy bobden, és hogyha jól látom, akkor talán a dekompressziós szerepnek a bobdenje. Ezt nem is kell vinni tisztításra, ez az új kategóriába tartozik. Megint egy bobden, hát hogyha meg kellene mondanom, hogy mié, akkor azt mondom, hogy fogalmam sincs. Ő is új. Ő kevésbé új, de viszont őt is látom, hogy az előző tulajdonos foglalkozott vele, fényezte. Ő az ülés, ugye? Az ülésnek a váza. Erre kell majd egy mindenképpen. Egyébként itt valami volt, ez hegesztve. Nagyon össze-vissza van kalapálva, és itt bele is van hegesztve. Igen, ezzel valószínű valami történik. Egyébként látni, hogy az előző tulajdonos tényleg akart ezzel foglalkozni, és dolgozott is vele. És lehet, hogy megmondta, lehet, hogy megbánta már. Hogy nekiállt, vagy éppen más motort vett, vagy esetleg vett egy újat. Nem tudom teljesen a háttértörténetét az egésznek. Viszont ő is valószínűleg, hogy akkor festésre fog menni, mert én is azért küldök rá még egy réteget, mert miért ne. Ugye tényleg, ha már foglalkozok valamivel, akkor úgy vagyok vele, hogy akkor azt teljes vászélességgel. Hát ő egy nagyon akkurátusan, szépen lefestett stander, ugye, kitámasztó.
Ő is megy a festésre. Ő tényleg nagyon szép. Hát azért vannak már rozsdafoltok. Ugye nem valószínű, hogy nem mostanában volt ez fényezve. Vannak már rozsdafoltok, ő is megy fényezésre. Aztán majd meglátjuk, hogy igazából melyiket kell. Hát valószínűleg, hogy majdnem minden egyit, akkor már, hogyha neki alud. Tudjátok, mit hiányolok, srácok? Lengés csillapító másodikat. Eddig csak egy lengés csillapítót találtunk, amitől nem vagyok boldog. Hú. Van itt egy első lámpánk, amin én esélyesnek tartom, hogy a búra az új. Esélyesnek tartok, hogy a búra az új, meg esetleg még a kapcsoló, és sőt, szerintem az egész belső újnak mondható, főleg ez a vezeték is látható, hogy ez a kábel köteget borító külső műanyag. Ez újnak tűnik, sőt, még a felfogatást is esélyesnek tartunk. Hát ez egy új lámpa, de azért nem gondolom, hogy új lámpa, mivel a 207-es babettán azt hiszem, hogy szürke a lámpa, és ezért gondolom, hogy ez lehet, hogy ez fényezve volt. Ez mindenképp megy a fényezésre, viszont előtte ugye lebontjuk róla majd az alkatrészeket. Elérkeztem oda ahhoz a kategóriához, most találkom olyan, hogy ez fogalmam sincs, hogy mi. Ezt ide rakom magamnak, és a végén majd így megpróbáljuk összeszedni azokat a dolgokat, amiket ugye nem tudok. Gyerekek! AC-dulával együtt ez nem más, mint egy pedál. Pár, kettő darab pedál, ami mindig a legcsúnya szokott lenni a babettán, ami leginkább elhasználódik, és ottól nagyon csúnya szokott lenni. És egyébként nem tudom, ebből talán lehet viszonyítani, hogy ez mikor lettek ezek az alkatrészek véve hozzá. Ez a pár babetta, mi ez? 800 forintos AC-dula van. Hogy arra tudunk így, ahhoz tudunk viszonyítani, hogyha 800 forintért vette, az mikor vehette ezt a párt? Ugye ez nem feltétlenül függ össze attól, hogy mikor szedte szét, az a lényeg, hogy ezeket mikor vette, tudunk esetleg ebből következtetni. Ja, ezek szép alapodban, tökéletes. Minden szép, ami új, ugye? Na, ettől is féltem, hogy nem lesz meg, viszont azt nézem, hogy ez jó deformált, ugye ez a középső takaró lemez, ez műanyagból van, úgyhogy ez valószínűleg, hogy hő légfúvóval vagy valamivel meg fogjuk melegíteni, és akkor ezt kiegyenesítjük. Meg én nagyon érzésem, hogy erre ráfújt dolgozó. Eléggé olyan otvarú néz ki. Ezt lehet, hogy megcsiszoljuk a műanyag alapozó, aztán fogjuk, lefújjuk. Mert ugye látjátok, hogy a felülete itt belül ez ilyen tök fényes, itt meg milyen, mint hogy amikor ráfújsz valamit, aztán nem nagyon sikerül a festés. Hát ez a fényezés kategóriában megy, mert ezt így nem fogjuk hagyni, mindenképp csiszolást legalább fog kapni. Hú, gyerekek! Van itt érdekesség, mert ez egy hátsó lengés csillapító. Babetta hátsó lengés csillapító, de ez nem típus azonos, vagy pedig le van bontva róla valami a műanyag burkolat. Ezt is ide rakom a nem tudom kategóriába, jó? Na, akkor gyerekek, megérkeztünk szépen. Egyébként megvannak minden gyűrűt, meg mindent, úgy látom, hogy visszarakott. A szétszeréssel sem volt, meg a csavarokat úgy látom, hogy nagyjából megvannak. Ő ugye nem más, mint a pedál rész. Jó, úgy látom, ez jó. Oké. Őt is a tisztításhoz rakjuk, jó? Mert igazából fényezni nem fogjuk. Szétszedjük, csináljuk, tisztítjuk. Jaj, őnek örülök, hogy megvan. Ugye ő a váz első részén van egy ilyen takarólemez, ugye a tankkal szembe, gyakorlatilag a tank van fölül, ez meg így alulról csatlakozik oda. Egy kicsit meg van hajtogatva, meg ugye ő is kapta ezt a nagyon, nagyon rücskös, nagyon csúnya festést, emiatt mindenképpen fogunk kövel is foglalkozni fényezés, felületkezelés szempontból. Ajaj, srácok! Van-e nekünk egy fékünk? Van nekünk egy dobféknek a bizonyos része? Ez megint a kell-e, nem kell-e, nem tudom mi ez.
Fék, ez őt itt hagyom, jó? Úgy látom egyébként, hogy itt ez több bovetta kezd körvonalazódni, nem egy bovettáról beszélünk. Van egy ilyen üléshúzatunk, hát ez gyanítom, hogy nem gyári. Még nem biztos, hogy nem rossz, mert úgy látom, nincs meg szétszakadva, meg semmi. Hát viszont a gyári állapotra törekednék, akkor mindenképp egy feketét. Ő lehet, hogy a kuka kategória. Van nekünk itt egy ilyen gumi kis, hát nem tudom, hogy valószínűleg egy vezetéket védett valaha. Nagyon rossz állapotban van, úgyhogy ha lehet kapni ilyet, akkor fogunk venni hozzá inkább. Ó, hátsó lengés csillapító, szintén fényezve. Nem megfelelően, vagyis azóta lehet, hogy kapott emiatt mindenképp a fényezős kategória. És még egy hátsó lengés csillapító, megint fényezve, és megint nem eléggé, de viszont jó állapotban, megint megy oda hátra. És amint látjátok, ez ugyanaz, csak ugye ez a műanyag burkolat hiányzik róla. Úgyhogy lengés csillapítóban eddig 4 darabunk van. Ő valószínűleg a kuka kategória, vagy pedig az alkatrész készletünkhöz fog hozzájárulni, mert ő már a harmadik, jó, ő meg igazából nem kell. Előső műanyag burkolat, ugye karburátort, meg a gyakorlatilag maga a légszűrő itt helyezkedik el itt az elejébe. Ugye azt hiszem, hogy a szivató talán itt van. Igen. Hát, egész jó állapotban, esetleg egy tisztítás, ilyen kis csiszolás, vagy esetleg egy megfelelő minőségű festékkel egy fényezés nem állt neki, és hogy akkor már ne ez legyen az egyetlen kapott alkatrész a járművel. Felületkezelés kategória. Találtunk ismét 2 darab bovdent, teljesen újak, egy kicsit koszos, de mindenképpen használatlan, ez nagyon jó jel, mert a bovdenekkel mindig probléma van. Úgy látom, az előző tulaj az tényleg úgy felkészült a javításra. Találtunk egy csapszeget. Ez esélyesnek tartom, hogy lábtartó? Lábtartó. Elsőnyesnek tartom, hogy a lábtartó csapszege. Hát itt hagyjuk egyelőre a munkapadon, és akkor itt még itt szortírozunk. Na, találtunk egy darab láncot, zacsibar egyébként, szépen kakurátusan elpakolva. Minden alkatrészen szépen úgy lett szétszedve, ahogy kell, úgy látom, és minden. Tökéletesen. Meg van, ugye valószínűleg ő a vastagabb, ő felel ugye a motor által hajtott hátsó kerékért. Vékonyabbik lánc, ami szintén nagyon jól, na, úgy lett szétszedve, ahogy kell, úgy lett elpakolva is, ahogy kell, egyébként ő egyáltalán nem rozsdás. Ugye azért van 2 láncba vettem, mert itt úgy működik, hogy külön lánc dolgozik azért, hogy te biciklingént hajtod a babettádat, és külön lánc van ugye a motor és a hátsó kerék összeköttetésére. Na! Kaptunk egy kis zacsit is még, meg van nekünk egy csodálatos, hát egy nagyon kultikus, kicsi gumipók is van rajt, egy ilyen kis kosár, ami elengedhetetlen kelléke a babettálásnak. Hát ezt meg kell egyengedni, meg le van rohadva róla a festék. Ezen ilyen vastag műanyag volt, tudjátok, ez a vastag műanyag festés, hát ezt le kell szednünk teljes egészébe, vagy kromofágozni, meghajtogatni, és igaz, hogy ugye nem volt rajta gyárilag a babettára ez, viszont nem tudom elképzelni nélkül. Szóval ezt meg mindenképpen megmentjük, ő is megy akkor a felületkezeléshez. És akkor elérkeztünk a legapróbb alkatrészekig. Itt van nekünk egy ilyen vödrünk, és a kesztyűt nem volt hülyeség felvennem, mert azért koszosak ezek az alkatrészek. Hát gyerekek, van egy komplett tömítéskészletünk. Hát itt találja a pajtaleletet. Van itt minden. A kipufogó tömítéstől elkezdve, úgy látom, a motor
rejlő tömítésekig, hengerfej és minden. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, ez új természetesen. Láthatóan megvette a tulajdonos hozzá. Van nekünk itt egy zacsink, amiben különböző dolgok vannak, megnézzük. Srácok, ebben fékalkatrészek vannak, teljesen újak. Teljesen újak. A fék alkatrészei vannak, különböző dolgok, és új, minden egyé. Zsírújak. Van itt egy hátsó lámpánk, hát amelyik elég viseletes, meg egy icipicit meg is van repedve. Esélyes egyébként, hogy ezt... esélyes egyébként, hogy ez még menthető. Hát, szerintem nincs teljesen áttörve, hanem ezen van egy ilyen külső prizmarész, az van elrepedve. Egyébként Made in Csehszlovákia, valószínűleg ő volt az eredeti. Van itt egy ilyen gyújtás alkatrészünk. Ó! Ó! Ó, Máriám! Oh my god! Meg van gyűrödve, nem tudom használhatom, mert még egy utángyártott Java matrica, ugye tank matrica, de viszont csak eddig egyet látok belőle. Jaj, karburátor, és milyen szép, tiszta, karburátor, megvan a karburátorunk, de jó, de örülök neki, szuper, oké, ugye ez így illeszkedik, és ugye itt a motornak úgymond a felső részén van ugye a felemlő oldal, nagyon jó, tök jó, jó állapotban, mindenképpen brigiciolos mosásra fog menni, tisztítás kategória. Hát, találtam egy, ja, igen, a gyertya, ugye a gyújtás alkatrész, gyertyapipához csatlakozó vezeték akarna lenni. Megtaláltuk a benzincsapot, a másik festett tankhoz, amit látjátok rajta van a benzinszűrő is. Szintén gyújtás alkatrész, ugye? Egy darab tanksapka, rettenetesen viseletes. Egy darab légpuska töltény, doboztető, csehszlovák. Vezetőkerék a lánchoz, és egy csomó apró alkatrész, amit akkor itt, ha lehet, akkor nem akarok kiszedni, bár ebben érdekel, hogy mi van. Ebben a papírzacsiban. Ilyen kicsi papírzacsi, ez biztos. Ó, egy csomó csavar. Ó, zsírúj csavarok. Zsírúj csavarok, hatos csavarok, hatlapfejű és csillag. Ugye ez mindenképpen jó, gyakorlatilag ezek kellenek. Ötös vagy hatos, de szerintem hatos. Ezek kellenek ugye az összerakásához, különböző sárvédők, meg ilyen is mi. Úgyhogy ezek is itt vannak. Egyébként bele van szórva ebbe a műanyag edénybe, gyakorlatilag minden apró alkatrész, a pici fékcső darabig, minden, amit gyakorlatilag... itt van a másik Java matrica. Ami létezett szerintem, ahogy szétszett az előző tulajdonos ezt a járművet, azt így fogta és akkor beleszórta. Ja, akkor így az asztalon ennyi van. Külön van nekünk szedve most a fényezendő alkatrészek, azokat természetesen először szét kell szedni, át kell csiszolgatni, utána le kell őket fényezgetni egyesével a színszerint. És van egy olyan stauc alkatrész, gyerekek, amit mindenképpen tisztítani kell, és akkor utána meglátjuk, hogy mi van. Meg itt van az asztalon egy csomó minden. Szóval, a legelőször én azt javaslom, hogy mindenképpen álljunk neki, és az olyan alkatrészeket, amiket csiszolni kell, és fényezni, azokat csináljuk meg. És akkor, hogyha ugye például megvan a vázunk, le vannak fényezve az alkatrészek, a brigiciolos alkatrészek, tehát amiket tisztítunk, azokat ugye megint megtisztítottuk, akkor elkezdhetjük itt szépen a munkapadon összerakni szépen majd a babettát. Esetleg, ha volt olyan alkatrész, amit így hiányolnátok, hogy így nem volt meg, akkor léci, írjátok meg. És még azt írjátok meg, hogy ez mi.
De komolyan. Na, ezt megmutatom.